Üdvözlök mindenkit az Open Imperium Galaktikában. Szeretném bemutatni az első három küldetést, amit nemrég implementáltunk. Ez az eredeti főkampánynak az első három küldetése a hadnagy szintről. Megnyomjuk a játékot, de nem várjuk végig a bemutató videót. Na, itt vagyunk a hídon, ahol már működik a kommunikáció, és mint látható, megkaptuk a üdvözlöm, hadnagy! Is, mit óhajt? A tabgomban csak ellenőrizni akartam, hogy minden rendben van-e. Egyelőre nincs semmi probléma. Köszönöm, viszlát! Mint láthattuk, az első feladatunk az Achilles újjáépítése. Ez két részből áll. Egyfelől építsünk egy új főépületet, másfelől javítsuk ki a megrongálódott épületeket. Menjünk is erre a kolóniára, itt látható, hogy bizony eléggé leamortizálták az épületeinket. Ami fontos ennél az első szintnél és az első pár küldetésnél, hogy nem érdemes lerombolni a legtöbb épületet. Főleg azért, mert nagyon lassan termelődik a pénzünk, úgyhogy mire újra felépítjük, akár hónapok is eltehetnek. Kezdjük is mindjárt rendbe rakás, a kolónia rendbe rakását. Mint láthatjuk, a főépület bizony 40 ezer kredit, de mi csak 32 ezer kredittel rendelkezünk. Úgyhogy akár hozzá is foghatunk. Érdemes először megjavítani az erőművet és a tűzoltóságot. Mivel a tűzoltóság ingyen följavítja az épületeinket 50%-ig, ezért így a kezdetek kezdetén elég sok pénzt tudunk ezzel a módszerrel megspórolni. Katonai űrkikötő, mint látható, 75 ezer kredit. Ha lerombolnánk, akkor visszakapnánk a felét, csak hogy a következő küldetésekben nagyon nagy szükségünk lesz erre a katonai űrkikötőre. Ugyanis ahhoz, hogy az egységeink javuljanak, tehát ha térképen megnézzük a főflottánkkal, majd csatázni fogunk, és megsérül a főflottánk, akkor mindenképpen egy olyan bolygó köré kell küldeni, amelyek rendelkezik katonai űrkikötővel. És amikor lefölött áll, akkor automatikusan gyógyulnak az egységeink. Ami fontos még itt az elején, hogy a templomot mindenképpen tartsuk meg kis lakóépülettel együtt, ugyanis ez a kettő nagyban hozzájárul majd a kolóniák moráljának alakulásához. Egyszerűség kedvéért most le fogom rombolni ezt a központot, és építünk egy főépületet. Természetesen a többi bolygóval is kell majd valamikor kezdenünk valamit, de jelenleg mindkét bolygó, mint látható az információs sávon, jó állapotban van. Úgyhogy térjünk vissza az Achillesre, és gyorsítsuk fel az időt, hogy nyugodtan épüljenek az épületek. Látható, már az első feladatot teljesített is, elkészült a főépület. Második feladathoz természetesen szükség lenne az előbb lerombolt fejlesztő központra, de az egyszerűség kedvéért most ezt kihagyjuk. Látható, újabb feladatot kaptunk, amelyben a többi kolónia igényeit is kellene kezelni. Érjünk vissza az Achillesre. És itt látható, bizony itt igények merültek föl, mégpedig energia, élelmiszer és kórház tekintetében. Építsünk egy új erőművet. Keressük ki az élelmiszer központot. És adjuk, hogy elkészüljünk. Látható, eléggé alacsony a morál képernyő, ha megnézzük a bolygólistáját, a többiek viszonylag jó állnak, bár elég csökken a populáció, jó viszont az Achilles még mindig nem talált magára. Pár napon belül viszont
rendbe kell jönnie a morálnak. És természetesen új adót tudunk beszedni így tőlük. A játék legelején bizony az adóbevételekre fogunk főleg szorulni, amely adóbevételek nagyon-nagyon lassan jönnek. Szerencsére a küldetések nem egyik pillanatra a másikra érkeznek, ezért lesz némi időnk pénzt gyűjteni. Építsünk egy kórházat is. És mint látható, a morál növekedni kezdett. Újabb feladatot kaptunk, védd meg a kereskedőket. Ez az első szintnek a második küldetése, amelyben három alkalommal kell megvédenünk kereskedőket egyre nehezebb kalóztámadásokkal szemben. Amint megkapjuk ezt az üzenetet, általában egy napon belül megtörténik az első támadás, amennyiben tartózkodik egy kereskedő a radarok által fedett térképen. Illetve körülbelül azon a régión, ahol a radarok éppen láthatóak jelenleg. Amúgy ez a radar megjelenítés, amit láthatunk, ez a határradar megjelenítési mód, amelyet a opciók játékmenetnél lehet átkapcsolni az eredeti klasszikus megjelenítésre, illetve ez az új megjelenítésre. Üzenet érkezett, parancsnok! Itt látható, megtörtént az első támadás, itt látható Naxos körül. Két napunk van, hogy odaérünk a kis flottánkkal, és teljesen mindegy, hogy a kereskedőt, vagy éppen a kalózokat támadjuk, meg ugyanúgy fog lezajlani az új csata. Itt van a kereskedőhajó. Érdemes bekapcsolni a parancsmódot, amiben láthatjuk, hogy ki éppen mit csinál. A piros jelenti a támadást, a fehér jelenti a mozgás parancsot. Mint látható, két darab kalóz támadott meg minket, amelyik az egyik a mi vadászunkat jelölte ki, a másik pedig a rombolónkat. Úgyhogy fogjuk meg, és adjunk parancsot támadásra. Sikerült az ő csata, és jutalmunk 1000 kredit. És meg is kaptuk a pipát a küldetésre. Érdemes megcsinálni ezeket a küldetéseket, bár a szabályok szerint legalább egy kereskedőt kell megmentenünk. Ha mindenkit megmentünk, akkor nagyon ügyesek vagyunk, ha legalább egyet nem sikerül, akkor a parancsnok már nagyon szépen megzorgál minket, de nem jelenti a játék végét. Amennyiben viszont nem érünk oda időben, vagy egyik kereskedőt sem mentetjük meg, akkor vége a játéknak. Nos, megtörtént a támadás, és bizony a rombolónk megsérült. Mivel ahol áll éppen, Naxos közelében, a Naxoson nincs űrkikötő, ezért mozgassuk vissza Achilles közelébe, és láthattuk, hogy másodpercenként 1%-ot gyógyulva helyreállítottuk a flottát. Jelenleg 3 lézeren kívül nem sok mindenünk van, de ez hamarosan változik. Gyorsítsuk tovább az időt. Hamarosan. Üzenete van a hídunkra. Egy üzenetet kapunk, mégpedig a parancsnoktól, és a új feladatunk egy szállítóhajó kísérete lesz, ami már nagyjából itt látható.
menjünk hát hírra és nézzük meg, hogy mit szeretnek Orosnak. Egy szállítóhajó halad át a szektorán, amit biztosítani kell. Remélem tudja a dolgát. Na, sok siker! A szállítóhajó áthalad a szektorunkat, amelyel természetesen kalóztámadás fog érni. Látható. Fogjuk és támadjuk meg a kalózokat. Látható, hogy a szállítóhajó valójában ugyanúgy a galaktikus birodalomé, mint a főflottánk, viszont mivel scriptelt hajó, ezért őt nem irányíthatjuk. A szállítóhajó megvédésére itt most egy napunk lenne. Látható, az egyik kalóz a szállítóhajó célozta meg, úgyhogy érdemes őt biztonságosan hátra mozdítani. Az egyik hajóval támadjuk azt, amelyik megtámadta a szállítóhajót, még a többiekkel akár egy az egyben, vagy kettő az egy ellen formában támadjuk meg a kalózokat. A kalózokról annyit érdemes tudni, hogy előre fogják, mint ahogy most is látható. Ha akarjuk, addig lőhetjük őket, amíg nem sikerülnek, de hagyhatjuk, hogy elmeneküljenek. Mindkét esetben sikeresen teljesítjük az űrharcot. És látható, hogy bizony ennek a műveletnek a következtében ajándékba kaptunk egy pajzs 1.0-át. Ami viszont nagyon jól fog jönni majd a küldetés későbbi részében. Úgyhogy fogjuk is a fülfottánkat, mozgassuk vissza az Achilles közelébe. Hamarosan kér a szállítóhajó a hátókörünkből. Teljesítettük ezt a küldetést. És el is tűnt a szállítóhajó. Menjünk a felszerelések közé. Jelöljük ki a rombolót, és ha rákattintunk a pajzs mezőre, látható, hogy egy darab pajzsot fel tudunk szerelni. Az 3 plusz jel azt jelenti, hogy automatikusan szereljük fel a legjobb felszerelést, ami elérhető az összes hajóra a flottában. Jelenleg ez most ugyanazt csinálná, tehát felraknál az a pajzs egyet. De, mint látható, megjelent egy narancsága csík, ami innetek ez a pajzsot jelent. Erre a pajzsra majd nagy szükségünk lesz a következő kereskedő megvédésében. 3 kereskedőt kell megvédeni, mint mondtam, illetve majd a későbbi missziókban, amikor a gartogoktól kell megfédeni, vagy a Torint. A kereskedők elleni támadás általában 4-7 nap közötti időtartalma történik, és bőségesen van időnk rá a lányának. Parancsnok, üzenete érkezett! Na nézzük ezt a kereskedőt. Itt válthatnánk formációt is, ebbe a formációba közelebb kerülünk a támadókhoz. Szépen mozgassuk hátra, vagy eddig is. Szinten. Lehetőleg ne veszik is a vadászok. És is majd csak legfeljebb 3 vadász fogunk kapni az utolsó küldetéshez. Következő támadásig javítsuk meg az itteni épületeket. És amint lehetőségünk van, üzenet
üzenete érkezett, parancsnok. Támadnak az idegenek, azonnal küldjenek segítséget! Következő támadás, ez lesz, mint Enklós támadás közül a legnehezebb. Látható, három vadász és egy rombolóval kell szembenéznünk. Most jelenlegi helyzetben a rombolónk kinézte az egyik vadászunkat. Ez azért problémás, mert a romboló mindig le fogja tudni győzni a vadászunkat, és nem szeretnénk vadászokat veszteni, úgyhogy az lesz a stratégia, hogy ezzel a vadásszal folyamatosan menekülünk, hogy ne érhesse utol ez a romboló, miközben a többiek természetesen folytatják a támadást. Felszabadult a mi rombolónk. Trükkkel elértük, hogy legyőzzük a kalózokat, és jutalmunk most 5000 kredit. Amit megkapunk, amit sikerült teljesíteni ezt a küldetést. Láthatjuk, 31000 kreditünk van körülbelül. Ez körülbelül elég az, hogy újraépítsünk egy kutatóközpontot, egy a legolcsóbb feladat szempontjából, ez most lényegtelen. És sikerült a legelső küldetés. Köszönöm a figyelmet!